Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Hársliget óvoda, Csaba Csüd Örvénykút óvoda 2023-2024. Nevelési évének évzáró ballagási ünnepségén az óvoda gyermekei, valamint dolgozói nevében. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Molnár József urat, Csaba Csüd polgármesterét egyben fenntartunk. Csaba Csüd Örvénykút köznevelési intézményi társulás társulási tanácsának elnökét. Köszöntöm Borfát Mária asszonyt, Örvénykút polgármesterét, valamint fenntartók társulási tanácsának elnök helyettesét. Lesovszki Mihály urat, a Csaba Csüdi Trefort Ágoston általános iskola igazgatóját. Gilanné Radványi Rózsa asszonyt, Csaba Csüd nagyközség alpolgármester asszonyát. Csaba Csüd és Örvénykút községek képviselőtestületének tagjait. A szlovák önkormányzat Csaba Csüd elnökét, Simon Istvánnét, valamint az önkormányzat tagjait. Az Örvénykúti szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét, Adamitné Zuberec Etelkát, valamint az önkormányzat tagjait. Tisztelettel köszöntöm a szociális intézmények, civil szervezetek, szakszolgálatok tagjait. Valamint kiemelt szeretettel köszöntöm nyugdíjas éveit töltő kedves volt kollégáinkat. És nem utolsó sorban minden kedves vendégünket nagy szeretettel köszöntünk ezen a kicsit rendkívülire sikerült mai délutáni napon. Kedves vendégeink, Aladdin szavaival élve, a ma különleges pillanatai lesznek a holnap emlékei. Igen, valóban különleges és ünnepi ez a mai nap, amire összegyűltünk. Ünnepelni, színesebbé tenni ezt a hétköznapot, lezárni egy életszakaszt az óvoda nagycsoportos gyermekei számára, és nyitni egy újat, az iskoláskor izgalmas időszakát. Óvodai életünk napjaiban ma egy mérföldkőhöz érkeztünk, amely lezárja a 2023-2024-es év szorgalmi részének időszakát, és kezdetét veszi a nyári óvodai élet. A 2023-24-es nevelési évben két óvodai gyermekcsoportban játszottak, fejlődtek, nevelődtek gyermekeink, és új kolléganőket is köszönhettünk. Gyermekeink sok élményt szereztek az idén is. Átélték és megélték a nemzetiségi hagyományokat, jeles napokat, népszokásokat mindennapjainkban, s kiemelt projektnapunkon, jó gyakorlatunkon. Részt vettek kirándulásokon, kulturális programokon, Happy Hét programon, úszó nemzetprogram úszás óráin hetente a nagycsoportosok, melyet majd iskoláskorukban is folytatnak. Részt vettek tehetségfejlesztő, fejlesztő foglalkozásokon, rajzpályázaton, s meg annyi tevékenységben. Észrevétlenül fejlődtek, nevelődtek, tapasztaltak, s növekedtek. Az idei nevelési évben is nagyon sok segítséget kaptunk tevékenységeinkhez, munkánkhoz, programjainkhoz. Az óvoda szülői közösségétől, a Hársliget óvoda szülők közösségétől. Hagyományaink átélését, megélését a Csaba Csüdi és az Örvénykúti szlovák nemzetiségi önkormányzatok és Örvénykút község önkormányzata segítette. Örvénykútra minden évben ellátogatunk, szívünkbe zárjuk szeretetteljes közösségüket, az ott eltöltött időnket, az együttes tevékenységet. Nagyon köszönjük támogatásukat! Kulturális programokon vehettünk részt Fábri Melinda, a Csaba Csüdi Könyvtár és Közösségi Információs Helyvezetője pályázatai által, amit nagyon hálásan köszönünk. Eljutottunk a Kondorosi Fehér Lilium Népfőiskola Illatok Kalandjátéka című interaktív programjára, valamint óvodánkban járt Varó Dániel költő és művésztársaival. Nagyon köszönjük az év során nyújtott támogatást a Tiszta Környezetünkért Alapítványnak, a Szülők a Csaba Csüdi Gyermekekért Egyesületnek, Gilanné Radványi Rózsa alpolgármester asszonynak. Köszönjük azt a megannyi felajánlást,
szülői segítséget, labdákat, játékokat. Nem szeretnék semmit kihagyni, szóval rengeteg minden, amit kaptunk tőletek. Nagyon hálásak vagyunk érte. Támogatásukat, támogatásaitokat Antoine Saint-Exupéry szavaival szeretnénk megköszönni. Jól, csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Köszönöm az óvoda minden dolgozójának, kollégáimnak egész éves kitartó, szeretetteljes nevelését, munkáját. És hogy láthassák, milyen ügyesek és felkészültek is az óvodás kisgyermekeink, fogadják szeretettel a Méhecske, Katica csoportos gyermekek műsorát, legvégül a Dalma Dance Stars csoportosok előadását, amelyet majd a Ballagó nagy csoportosok köszönés, elköszönése, elbúcsúzása fog követni. Kellemes szórakozást kívánunk! Na, semmi le, hozz ki! Kirátje láskodj, járunk báse, pocsere, skupini. Ruki, ruki, lupcsicski, máke, máje, prošvicski. Máke, máje, dáne, zátěškáme, dáne. Cik nénik, opák, anyák, minden hoztok ide hozzánk. De jó tették, hogy eljöttek, látni a mi ünnepünket. Csengadalunk, zengabásunk, örüljenek együtt velünk. Újabb hóvirág. Mutatom újra.
Fújjon napsütár, dűjös fújjon sivava. Ha izite, piszite, messze jár, meszészelj férfia. Csíkos fényecske, virágokra szár, napja forgó leben dúlja, mind mindenre vár. Itt van a tavasz, készült az ismét, szárnya repked, forgocskódik a sok apjó mét. Itt várjuk Andrea, mélyecske, sárga, csíkos mélyecske. Főzz a mézet, édesje, szárviágjon, viágja, zűrőn tart a viágba. Tart a szoknyás szép kikele, sok viágot adjon neked. Gyógyítsad a betegsége, köszönjük a kedvessége. Yeah.
napja szűkre látom, épp legyek le. Ki kibolja gyöngyvilág, csupa öröm a világ. Épp legyek le. Sárga rózsa vadvirág, Miki gyors a kóvirág. Épp legyetek! Milyen nyüzgés, milyen mozgás, tulipán nyíl, piros borgás. Tavasz tündér, mind üdvözlünk, marad soká még mi Yeah.
A húsvéti tojást? Hát a nyuszi. Tehát a nyuszi nem tud tojni. Akkor a tyúk. Na mindegy, hozd a kölnid és menjünk. Jaj, csak engem ne locsolj meg! Nyuszi ha ha, nyuszi nyuszi ha, nyuszi ha ha, nyuszi nyuszi ha, nyuszi ha, nyuszi ha, már is egyet elkapod. Nyuszi ha!
Thank you.
go? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Canada? Iskolába
Kedves szülők, ballagó gyermekek, vendégeink! A mai napon a Katica és a Méhecske csoport nagycsoportos gyermekei egy új, izgalmas útra lépnek, iskolások lesznek. Kedves ballagó gyerekek! Nagycsoportosok vagytok, iskolába készültök. Gyorsan eltelt ez a 3-4 év, amit ebben az óvodában töltöttetek kisovisként. Ugye? Milyen régen is volt, amikor átléptétek az óvoda kapuját, illet jeletek, csoportszobátok, helyetek, saját helyetek az asztalotoknál, lettek barátaitok, játékaitok. Sok-sok közös élményben volt részetek. És közben megnőttetek. Szorgalmatokat óvodás éveitek alatt megmutattátok jeles napokon, verseltetek, énekeltetek, játszottatok. Egyre önállóbbak lettetek, s már a kicsi lett számotokra az óvoda. Várt titeket az iskola, a tanulás, a számok és a betűk világa. Vigyétek el magatokkal az itt töltött évek emlékére, az élményeket, a játékokat, a meséket és a huncutságokat. Fogtok nekünk nagyon hiányozni, de tudjuk, jól fogjátok magatokat érezni az iskolában, feltaláljátok magatokat, izgalmas és fontos dolgokat fogtok tanulni. Útravalóul kívánjuk nektek. Kívánunk nektek szeretetet, hálát, békességet, őszinte embereket. Kívánunk egészséget, becsületet, merészséget. Kívánunk nektek esélyt és erőt, boldogságot, felemelőt. Kívánunk nektek hitet, melyet senki meg nem fizet. Kívánunk nektek egy csodás életet, mit más soha meg nem élhetett. Kívánunk nektek tiszta szívet, hogy valósítsátok meg álmaitokat, céljaitokat, mindent. Gratulálok iskolába kerülésetekhez, iskolássá válásotokhoz. Gratulálok, Kozák Péter László. Gratulálok, Sonkoly Izabella. Gratulálom, Juhos Zsófi. Fazekas Liliana Hanna. Kisér Alexandra. Csorba Regina. És nem utolsó sorban Gombár Zita. Nagy szeretettel gratulálunk nektek! És most hozzátok szólok, kedves szülők! A mai napon lezárul egy fejezet gyermeketek életében. Óvodás éveik alatt támogattátok, segítettétek őket, hogy egyre önállóbbá váljanak, fejlődjenek. Új útra indítjátok, nemrég még csepp, ám nagyon gyorsan nagyra nő gyermekeiteket. Az út izgalmas, várakozásteli, sikeres, ugyanakkor bizonytalanságokat is fog majd magában hordozni. Kívánunk hozzá kitartást, sok szeretetet, erőt, és minden iskolás éveikhez sok-sok-sok sikert. Johann Wolfgang Goethe szavaival köszönök el. A legtöbb, amit gyermekeinknek adható, gyökerek és szárnyak. Valla Piroska, ölelésre visszavár. Néhány éve összetörtént, amikor hozzánk jöttetek. Készültünk és nagyon vártunk, hogy óvodások legyetek. Sejtettük, hogy nem lesz könnyű, de volt jó tervünk, nem vitás. Eldöntöttük, mit teszünk majd, hogy kevés legyen a sírás.
tudtuk, hogy az ölelés, a biztatás, a szeretet megnyugtatja, felvidítja a fityergő gyereket. Öleltünk hát, simogattunk, ringattunk heteken át, egy nap aztán azt mondtátok, szeretjük az óvodát. Úgy örültünk, mosolyogtunk, melengedte szívünket, jó volt látni, jó érezni, hogy elfogadtatok bennünket. Mennyi élmény, sok történet, izgalmas felfedezés, emlékek közt válogatni és búcsúzni oly nehéz. Telt az idő, megnőttetek, vár rátok az iskola, de megsúgjuk, egy ölelésre mindig várunk majd vissza. Drága óvónénik, Dajka nénik, szülők nevében szeretnénk szólni hozzátok. Eljött ez a nap is, eljött a búcsú ideje. Minden óvodás életében eljön az az idő, amikor bezáródnak az óvoda kapui, a játékokkal teli, színes csoportszobát felváltja a tanterem. Gondoskodó óvónénik és dajkanénik helyett kedves tanítónénik, tanítóbácsik enyengetik majd az útjaikat. Néhány évvel ezelőtt, mikor beírattuk gyermekeinket ebbe az intézménybe, bizalmat szavaztunk nektek, hiszen legféltettebb kincseinket bíztuk rátok. Emlékszünk az elsős óvis napokra, mintha csak tegnap lett volna. Azonban gyorsan eltelt az év, és most iskolába készülő komoly lányokat és fiút látunk magunk előtt. Gyermekek rengeteg élménnyel gazdagodtak, általatok, és nem csak jól szórakoztak, hanem játszva tanultak, okosodtak, fejlődtek. Kis megszeppent 3 évesből komoly iskola érett nagy csoportosság nevelődtek. Köszönjük gyermekeikekért eltöltött segítőkész éveket, áldozatos munkáitokat. Köszönjük nektek, hogy olyan nagy türelemmel, szeretettel, odaadással viseltétek gyermekeinket iránt, és nyugodt bizalmat teli biztonságot nyújtott légkört teremtettetek számukra. Köszönjük, és soha el nem folytó türelmet és jókedvet, sok-sok vidám percet, meghitt pillanatot, ezt a 3-4 évet. Köszönjük a kirándulásokat, sétákat, a játékokat, a foglalkozásokat, és köszönünk mindent, amit adtatok gyermekének az elmúlt életben. Szeretnénk, ha meghallgatnátok azt a kis verset, amit a gyermekek otthon megtanultak. Éves voltam éppen, elejétre sírtam, féltem. Eltelt egy év, kettő, három, hadd gyertj a ég a toltán. Gyorsan szálltak el az élek, már nem sírok, nem is félek. Sőt, hogyha még engednétek, itt költenék néhány éve. Tudom, ez nem lehet, meg is értem, és elmegyek. Vágyom is a csodásom, kihívhatak, hogy írt a táska. Csengőlig a termekbe, van a betű számok leszke. Onó néni kis pajtások, néha elég visszajárjuk. Készítünk neked egy kis kedvességét, szeretnék, hogy elfogadnátok a gyerekektől a sok-sok éves türelmetekért és kedvességeitekért. Mit szóltok hozzá, hogyha fújhattátok egy jó nagy bubit? Fújtok egy jó nagy bubit? Igen! Thank you.
Oh,